Szép estét kívánok! Folytatjuk ünnepi beszélgetés sorozatunkat. Vendégem Bakony István József Attila Díjas irodalomtörténész, a Csóri Sándor Társaság elnöke. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. No, hát idestova ugye bár két esztendeje, hogy megalakult a Csóri Sándor Társaság. Most az idei évről beszélünk, annál is inkább, sőt, még a tavalyiról is, mert ugye azt tudjuk, hogy 2016-ban hunyt el Csóri Sándor, három esztendőre rá, szeptember 18-án alakult meg a Csóri Sándor Társaság, ez egy fontos pillanat volt. Egy kicsit emlékezzünk erre a napra, hiszen én azt gondolom, hogy a nemzetművésze kétszeres Kossuth és József Attila díjas író, aki ráadásul ugye, mint tudjuk, a Duna Televízió megalapítója, rendkívül fontos szerepet játszott a magyar irodalom történetében, ha visszatekintünk akár Balassi Bálinttól napjainkig. Ez így van, és számunkra nagy öröm volt, hogy ez a társaság létrejöttett, igen, hát most már több mint két esztendeje, és azzal az elhatározással álltunk neki a munkának, hogy egyrészt ez a társaság abban különbözik bizonyos más társaságoktól, hogy kizárólag ezzel az életművel foglalkozik majd a jövőben, és hát ebből néhány program meg is tudott valósulni már rögtön az elején. Azt is hozzátettük, hogy Csóri Sándor nem csak a magyar irodalomban, nem csak a költészetben és az esszé irodalomban volt kiemelkedő személyiség, természetesen a közéletben is, de hát ami számunkra még hasonlóképpen nagyon fontos, az a népköltészethez, a népművészethez fűződő viszony, ezért is gondoltunk olyan emberekre, olyan vezetőkre, olyan tagokra, akik nem csak az irodalom, hanem a folklór felül is jöhetnek, és a programokban is igyekeztünk, az eddig megvalósult programokban mindezt megvalósítani. Nagyon fontos volt, hogy valóban a programválasztás, hiszen az első időszakban bár nem tehetünk róla, nyilvánvaló, hogy rányomta a bélyegét erre az egész programsorozatra, mármint a tervek megvalósításakor a koronavírus járvány. Hát hála Istennek az első pillanatokban még ez nem volt még nem műsoron, ha úgy tetszik. És hát már a alakulás napján is tudtunk programokat szervezni, akkor mutattuk be az In Memoriam Csóri Sándor című kötetet, ennek szerkesztőjével, Márkus Bélával és Gró Gáspár, éles irodalom történészekkel. Aztán később, még ugyanazon az őszön a másik életmű sorozatban megjelent köteteknek is volt egy bemutatója, Pálfégi István. Aztán voltak itt Sebő Ferencék, akik a különböző ünnepeken zenét szolgáltattak, felléptek később Fejér megyei fiatalok, táncosok és énekesek és versmondók, úgyhogy próbáltuk ezt kétségkül jól meglapozni. Aztán egyik legemlékezetesebb program az volt, amikor Császár Angela színművésznő adott műsort Lovrek Károly kórusával együtt. Ez egy nagyon szép zenés irodalmi este volt a Szent István Művészeti Házban. Így jegyzem meg, hogy ez a ház a otthonunk tulajdonképpen. Igen, a Szent ez István a szervezeti hátteret a társaság működéséhez. És aztán, ahogy mondtad is, nem sokkal később sajnos kitört ez az átkozott járvány, és akkor nagyon sokáig nem tudtunk mit tenni. Viszont a tervek megszülettek. Tehát én azt láttam a Csóri Sándor Társaság működésében, hogy tudatosan építkeztetek. Igen, azért hozzáteszem, hogy a járványos korszakban is voltak online megmutatkozásaink. Nem csak Csóri Sándorról, hanem Csanád Imréről is, mert ugyanaz előbb azt mondtam, hogy kizárólag ez olyan társaság, amely egy életművel foglalkozik, de tettünk egy kivételt. Kétszer maradt el sajnos Zámoljon a Csóri Csanádi emlékülés, aztán ez sikerült, hála Istennek, most az ősz, kora ősszel megvalósítanunk. Csak ez onnan is eszembe jutott, hogy e két költővel foglalkoztunk egy online program keretében is. Igen, hát azt tudjuk, hogy mindketten zámaiak voltak, és most már talán feléled a Csóri és a Csanádi kultusz Zámojon, mert azért valljuk meg az elmúlt időszakban, tehát az elmúlt több tíz évről beszélhetünk, nagyon felszínes volt. Igen, a Csanádi emlékezések szervezetteben folytak, annak is köszönhetően, hogy Csanád Imre unokahúgai itt élnek a faluban, és ők mindig fontosnak tartották a róla való megemlékezést, a szülőház falán lévő emléktáblát meg szokták koszorúzni, de rendezvények is voltak. Hozzáteszem, hogy még Csóri Sándor életében vette fel az iskola Csanád Imre nevét, és akkor emlékszem én is erre az alkalomra, akkor Csóri is jelen volt ezen a szép alkalmon, és milyen szép, hogy most viszont
amikor végre sikerült megvalósítanunk ezt a bizonyos kétszerrel maradt emlékülést, akkor pedig a Művöldési Ház vette fel Csóri Sándor nevét. Tehát ezek nem csak külsőségek, azt hiszem, hanem az iskolában is tudom, hogy a családi hagyományt igen szépen ápolják. Hát az emlékház is ott van. Igen, kisgyerekekkel, nagyobb diákokkal. A Csóri Sándor szülőháza az kicsit bonyolultabb történet, hiszen ott a tulajdonviszonyok nem egészen tisztázottak, viszont az elmúlt esztendőben ott is sikerült egy emléktáblát elhelyezni. Igen, apropó, ugye én még találkoztam a református templomban Csóri Sándorral egy családi emléknapon, és hát azért ott látszott, hogy ő azért megmaradt egy Csórinak, ha úgy tetszik, igen, Zámoinak. Milyen szép egyébként, hogy ez a bizonyos emlékülés, amiről már többször beszéltem, ez pedig a református templomban zajlott le, azután, hogy a Művöldési Házban kezdődött az ünnepség. Amikor létrehoztad, hiszen ez többek mellett, de elsősorban a te gondolatsorod mentén született meg már, mint a Csóri Sándor Társaság. Kál Iskolatős József volt az ötletadó. Máig is szeretem hangsúlyozni, hogy az ő agyából pattant ki mindezenek. Van hagyománya, hiszen Jóska annak idején a Bella István emlékévet is igencsak szorgalmazta, és úgy valósult meg. De hát, igen, a Sárkeresztúr. De hát kétségtelen tény, hogy társa voltam ebben. Hogy lehetett ezt, miként gondolkodtál a társaiddal, hogy lehet ezt tartalommal megtölteni? Nézd, túlzásra azt állítani, hogy a Csóri életművel nem foglalkoznak eleget. A nevéhez fűződik egy olyan program is, amiben fiatal tehetségeket támogatnak. Tehát országosan számos olyan kezdeményezés van, amely a Csóri Sándor életmű ápolását szolgálja. Nyilvánvaló, hogy mi elsősorban, miután Fehérváron született meg a társaság itt Zámai közelében, különösképpen is szeretnénk hangsúlyozni a szülőföldhöz kötődést. De ez eminent bezártságot, mert igazából országos társasággal szeretnénk kinőni magunkat, és hogyha kevésbé járványveszélyes időket élünk, akkor talán ez meg is valósulhat. Jó társunk mindeben egyébként, akár a ifi Csóri Sándor, aki ugye a legszorosabban kötődik édesapja a tevékenységhez, maga népzenész, mint az ő fia is népzenész. Másik oldalról pedig az özvegy Balog Júlia, aki szintén az első pillanattól kezdve a társaság mellé állt, mint ahogy a társaság mellé állt spányi püspök úr is, hiszen a Szent István Művöldési Ház az otthonunk, és ez ugye a püspökség hatáskörébe tartozik. Nagyon fontos, hogy tartalommal töltsétek meg önmagában a Csóri Sándor életműhöz kapcsolódó történeteket. Ez ugye vonzotta a fiataloktól egészen a nyilvánvaló, hogy az irodalmár közösségen túl a zámai lakókat is. De ezt hogyan lehet megtervezni? Hát nem könnyen. Említetted a fiatalokat. Ugye például a Vörösmarty Társaságban is azzal küzdünk most már hosszú évek óta, hogy megszólítani a fiatalokat. Erre mindig történnek lépések is, de az az igazság, hogy ebben az időben, hát azért kicsit úgy az ilyenfajta társaságok előregettek, azt kell mondanom. De például vannak ilyen tervek a Csóri Társaság ügyében, hogy pályázatokat fogunk hirdetni a következő esztendőtől. Most kicsit elébe megyek a dolgoknak, mert éppen napokban lesz majd egy elnökségi megbeszélésünk, ami majd a következő évi tervekről fog szólni. Versmondó versenyre is gondoltunk, pályázatokra, de kiadványokra is, mert például ennek az emlékülésnek az anyagát, ha összeáll az anyagi háttere, akkor mindenképpen kötet formában szeretnénk kiadni. De ugye egy másik program arculatát is fölidézzem. Az ősszel Ocsonás Katalin alelnökünk szervezésében például megrendeztük Aggárdon a úgynevezett Csóri pikniket, ami nem csak irodalomról, nem csak zenéről, hanem divatról, korabeli divatokról, népszokásokról, népviseletről és sok minden egyébről is szólt. És itt volt például a vendégünk az a Novák Péter, aki az egyik legbiztosabb támogatója ennek az ügynek, aki például megrendezte a Halálra táncoltatott leány című balladáját, drámáját Csórinak. Ezt most éppen a napokban beszéltem az özvegyel, és mondja, hogy viszik Erdélybe is ezt a programot, de hát ez nem a mi szervezésünk, csak az volt a mi szervezésünk, ami ezt a pikniket jelentette. Vagy hogy egész más példát mondjak, és a Zámolyhoz is kötődik, meg voltunk ezzel a műsorral a Gárdonyban is, Vaklár Annával és Varró Jánosra, később kiegészülvén Cserta Balázsra egy olyan irodalmi zenés műsort szerveztünk, ennek többféle változatát előadtuk már az elmúlt hónapokban, amelyben, és ez
Vakler Renát mondtam? Igen. Bocsánat, Berki Lillát akartam Berki mondani. Berki Lilla volt, igen. Akkor elnézést kérek. Berki Lilla az énekes ebben. Hát az Annát, most ugye a tudatot azért hoztam az Annát, mert a Vakler Annával pedig hát a szervezésben voltunk, szerves egységben is, és kétségtelen tény, hogy nagy érdemei vannak Annának is abban, hogy ez a társaság létrejött. Tehát szóval ez egy olyan műsor volt, és ismétlem, akkor Berki Lilláról van szó, amelyben ő, mint kiváló népdalénekes, megtalált olyan népdalomokat bizonyos versekre, amelyek egészen kivételes élményt jelentenek. Mondjuk a műsor végén például, amikor az Anyám fekete rózsát énekli Lilla, hát elképesztő, hogy milyen katartikus élményben van az embernek része egy ilyen keserves dallamnak a kíséretében. Van már tervetek, terveid a következő esztendőre? Igen, hiszen előbb-utóbb a koronavírus járvány elmegy. Hát említettem is, ugye pályázatokat szeretnék hirdetni, meg időnként nagyobb szabású rendezvényeket. A február például a születésnek a hónapja, és nyilván akkor zámolja a karölte, mert az előbb azt mondtam, hogy Szent István Művődési Ház, de a másik otthona egyik elképzelésünk szerint mindenképpen zámolj lesz, főként azért, mert föl is vette a Művődési Ház az ő nevét. És akkor mondjuk havonként, két havonként egy nagyobb szabású programra gondolunk, színészekkel, zenészekkel, táncosokkal. Ebben is különbözünk mondjuk a Vörös Mati Társaságtól, ahol rendszeresebben folynak a programok, már ha a járvány természetesen engedi. Itt nem túl sűrű, de nagyobb lélegzetű, nagyobb szabású programról gondolunk. Hát az életmű megengedi mindenképpen. Igen. És hogy könyvekről beszéljünk ezután, mert hogy hoztál 4 könyvet. Kettőnek a szerzője vagy, illetve kezdjük azokkal, amelyeket szerkesztettél, mert ez fontos. Péntek Imre, József Attila díjas költőnk, ezt megmutatom. Aki jövőre lesz 80 éves. Aki éppen. Jövőre lesz 80 éves. Esztendős lírai kaleidoszkóp, tanulmányok, esszék, kritikák. Én azt gondolom, hogy ő azt írta neked, hogy a régi és új összefogással és új barátsággal. Ez egy rendkívüli kihívás Péntek Imrével foglalkozni, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy költőként ismertük meg, de mostanság tanulmányai, az esszély, a kritikái is az élvonalba sorolhatóak. Amikor egyetemista volt, akkor az volt a beszélő, hogy filosz. Ez utal egyébként arra természetesen, hogy nem kizárólag verseket írt, hanem akkor is foglalkozott már tudományos tevékenységgel. De ez a kötet, ami egyébként nem olyan régen a Magyar Művészeti Akadémia Nívó díjas kötete lett ebben az esztendőben, ez felöleli tulajdonképpen az ő legfontosabb irodalomról szóló írásait, és hát örömmel vállaltam a szerkesztési munkáját mindezeknek. Ugye itt idézed a dedikációját, hát nyilván ez arra is vonatkozik, hogy a Hajdan, az Árgusban, az Árgus című folyamatban együtt dolgoztunk, és nagyon szívesen emlékszem arra az 1988-as őszi estére, amikor megkeresett és azt mondta, hogy lesz Fehérváron irodalmi folyóirat, és hát úgy gondolja, hogy nekem is benne kellene lennem. Hát sajnos ez már azóta megszűnt, de mondjuk a Vár című folyóirat talán valamilyen módon ezt a hagyományt követi. Szóval... Igen, hát itt az esszék és kritikák, stb., de amikor arról beszélünk, hogy ez miért is fontos, itt a folyóirat megjelenéskor csak belelapoztam, azért van székesfehérvári kötődés, hiszen Bobori Zoltán, László Zsolt, ról, de ugye megjelenik Csóri Sándor, Régi vérfoltok vöröslenek, ról az írása, DNS Otto szerepel, Szálinger Balázs, Agóth Sándor, El Simon László, több kötettel Lezsák Sándor. Mi a kihívás egy ilyen kötet összeállításában? Hát nem nevezem kihívásnak, mert örömmel. Ezt tudatosan kell összeállítani, úgyhogy olvasmányos legyen. Igen, de azért áruljunk el egy olyan titkot, hogy azért igazából, ugye szerkesztőként én vagyok rend, de hát ketten csináltuk. Tehát a maga a szerző is benne van természetesen a szerkesztésben. Szerintem az teljesen nyilvánvaló, hogy ez így kell, hogy működjön. De az is igaz, hogy hosszú évtizedek óta ismerem az ilyen jellegű írásait is. Tehát ez egy kedves, kellemes felkérésnek való elég tétel volt számomra, tehát nem hiszem, hogy ez különösképpen kihívás lett volna, de örömmel végezte ezt. Igen, hát 2 évtized irodalmi tanulmányai, azért az valóban egy olyan összegzés, amit érdemes kézbe venni és olvasni. Remélem, hogy az év elején, februárban lesz a születésnapja, tudunk egy nagyobb szabású köszöntő estet szervezni a számára. És akkor itt van már is a következő kötet, 2 küzdés között, Tamás Menyhért hazaútja, szintén tanulmányok, kritikák.
Ez pedig egészen különleges, mert én azt gondolom, hogy Tamás Menyhértől nem tudunk eleget beszélni. Ez más jellegű kötet, mint a Péntek Imrétől való. Ez nem Tamás Menyhértől, hanem Tamás Menyhértről szól. A Napkiadó felkérésre végezve ezt a munkát Sebesén Ilona keresett meg ezzel a feladattal, hogy gyűjtsük össze azokat az írásokat, amelyek kritikák és tanulmányok, amelyek az elmúlt évtizedekben Tamás Menyhértről szóltak. Ezt azért is vállaltam nagy örömmel, mert végülis ez az életmű volt az első olyan munkám, amelyből kis monográfia született még most már 30 esztendővel ezelőtt. Tehát nagyon régóta figyelem és követem Tamás Menyhértnek, ennek a bukovinai széke származású kiváló írónak és költőnek a tevékenység. Arról nem is beszélve, hogy ahogy itt belelapoztam a szövetségben a fákkal, ugye 1974-től, tehát gyakorlatilag több mint egy emberöltön keresztül kell odafigyelni rá, hiszen 2020-ban jelent meg általad ugye a Bakony István Tamás Menyhért két új kötete címmel, az tavaly előtt. Ez a 74-es Szövetségben a fákkal című kötet azért is izgalmas számomra, mert én 74-ben nem ismertem az ő nevét. És egy csoporttársam ajándékozott meg ezzel a kötettel, akkor pécsi főiskolások voltunk, és attól a pillanattól kezdve kezdtem vele foglalkozni. Írtam róla különböző kritikákat, recenziókat, és Rónai László irodalomtörténész ezért figyelt fel a dolgaimra, és akkor adta ezt a feladatot, hogy írek róla kis monográfiát. Egyébként hol tart ma a magyar irodalom, illetve az olvasók Tamás Menyhért szintjén? Tehát kérdezem ezt azért, mert óhatatlanul is egyre több fiatal kortárs költő és író jelenik meg, és mintha szép lassan elkezdenénk elfeledni az ő korosztályát. Igen, hát ő is már túl van a 80-on. Azt hiszem, hogy Szakonyi Károly, aki viszont most 90 éves volt, nem olyan régen mondta éppen azt, hogy ő úgy emlékszik rá, hogy annak idején, amikor ők fiatalok voltak, ők szorosabban kötődtek az előttük járókhoz, az I. és Németh Lászlóféle nemzedékhez, és ez nem érzi például a mostani fiatalságban, hogy ők is annyira kötődnének hozzájuk. Lehet, hogy nagyon most a szakadék a különböző nemzedékek között, holott az irodalomban azt hiszem, hogy a folytonosság, az elődök értékeinek az ápolása az épp olyan fontos, mint a megújítás, mint az, hogy új tehetségek bontakozzanak ki előttünk. Örülök, hogy ezt mondod, mert az imént ugye Tamás Menyhértre mondtam, hát akkor mit mondjunk Kodolányi Jánosról? Kezdjük újra felfedezni, és hála Istennek itt egy kötet és bizonyság erről, krízistől a feloldásig. Ebben is szerepelsz. Hát ebben szerzőként szerepelek, nem szerkesztőként. Nyilván szerzőként már. És rendkívül érdekes, hogy talán kezdjük újra felfedezni őt. Igen, hát ugye itt Székesfehérváron a Kodolányi név főként a most már egyetemet, a korábbi főiskolát jelenti, de hát mindig is fontosnak tartottuk többen, hogy ha egy intézmény valakinek a nevét viseli, már pedig nem akárkiét, hanem egy nagyon jelentős költőjét, íróét és költőjét, akkor azzal illik is foglalkozni. És hála Istennek a Kodolányi János Egyetem Szabó Péter vezetésével szervezett az elmúlt időkben olyan konferenciákat, amelyek ezzel az életművel foglalkoznak. Én magam azt vállaltam, hogy az írónak a fehérvári korszakát dolgoztam föl, és főként itt költészetről esik szó, mert tulajdonképpen azt, ha nem is annyira közismert, de azért tudni illik, hogy Kodolányi itt Fehérváron verses kötetekkel lett igazából a irodalom részese. Nem elhanyagolható pályakezdés volt. Ez az más kérdés, hogy később a prózaírás vett át ezt a szerepet az ő életében, de itt Fehérváron különösképpen is jó tudnunk, hogy itt költővé vált gyakorlatilag. Ehhez kapcsolódnék, mégpedig Praznovszky Mihállyal, a Nyugalmazott Múzeumi főigazgató így fogalmazott, hogy egy irodalmi kiállítás az irodalmi kultusz összetettségében a szokásrend elemei közé tartozik, ez így van, oda, amelyben a szoborállítás, koszorúzás, emlékünnep, stb. Szerepel. Mindezek háta mögött kerek vagy kevésbé kerek, létező és kitalált évforduló események állnak. Így ezt a kiállítást nyugodtan sorolhatjuk az irodalmi kultusz jelenségei közé, és most jön a fontos, egy kérdés, és akkor rögves megállhatunk, és megkérdezzük, vajon van-e Kodolányi Jánosnak kultusza? Hát én azt hiszem, hogy nincs igazából. Sajnos az az igazság, hogy az ő nemzedékének a legjelesebb tagja is néha a feledésbe merülnek.
és hát olyan embereknek, mint amilyennek magamat is tartom, és a kollégáimat is tartom, kutya kötelesség, hogy ezt a feledést, lehetetlené tegyük. Pontosabban arról van szó, hogy igenis fontos ezek az életművekkel foglalkoznunk, mert ahogy az előbb is mondtam, az irodalomban rendkívül nagy jelentősége van a folytonosságnak, a különböző korszakok egymásra épülésének, és hát ebből a szempontból ezek a szerzők, akiket az erről is említettem, én úgy gondolom, hogy megkerülhetetlen. Ez hiánypótló mindenképpen. Igen, hát most ebben az évben Pilinszkivel foglalkozunk ugye különösen sokat, és én azt hiszem, hogy ilyen kerek évfordulók azért arabban segítenek mindenképpen, hogy azért, ahogy Serfődő Simon Feledésből az emlékmű című versét, bár más összefüggésben szoktuk idézni, hogy ne a feledésből legyen ezeknek az íróknak, költőknek emlékművük. Mint ahogy, bár attól nem kell tartanunk, hogy Vörös Martival nem foglalkozunk eleget, a mai irodalmi kánonban is benne van bőségesen, de azért ez is egy hiánypótló könyvecske, romantika Vörös Marti Mihály néhány drámájában. Ugye Kápolnásnyék szülötte itt van a közelünkben, gyakorta látogathatunk el az emlékmúzeumban is. Én azt gondolom, hogy a Vörös Marti Emlékház egy fontos, kultikus hely. Viszont mégis azt mondom, hogy fontos, hogy te magad is gondoltál rá. Igen, ugye Vörös Marti a költő, Vörös Marti, ilyen leginkább a köztudatban, persze a Csongor és Tünde című drámája is azt hiszem a legismertebb magyar művek közé tartozik. Azt viszont én fontosnak tartottam már nagyon régóta, hogy az egyéb drámáival is foglalkozunk. Egyébként ez a kötetem, meg kell neked mondanom, a legtovább született és a legkarcsúbb ugyanakkor, mert ha hiszed, hanem 1974-ben kezdtem mindezekkel foglalkozni, akkor pécsi tanárképzős diákként, Bécsi Tamás kezei között foglalkoztam Vörös Marti drámáival, ebből egy OTDK-s országos tudományos diákköri konferenciás dolgozat lett. És aztán ez a kézirat, ez is a feledés homályába merült igazából, és valamikor 2 évvel ezelőtt gondoltam arra, hogy elő kéne keresni, és megtaláltam ezt a kéziratot, mert sokáig nem találtam, hozzáteszem. Elolvastam, és akkor gondoltam arra, hogy bizonyos módosításokkal, kiegészítésekkel talán lehetne valamit vele kezdeni. Így is történt. És Kajzer László, a Hungaroxkiadó vezetője pedig igen mondott rá, és hát ennek a eredménye ez a kis kötetecske. És hogy gyűjtötte Salamon király, a Bújdosok, Csongor és Tünde, ugye azt tudjuk, Vérnász, Cillei és a Hunyadiak. Igen, ennél több drámát is írt Vörös Marti. Ugye a Csongor és Tünde az egy... alapmű. Hát... Igen, de kakutójás is bizonyos szempontból, mert a többiek klasszikus történelmi drámák, a felsoroltak is a Csongor mellett, és azt hiszem, hogy a 19. század első felében Vörös Marti volt az a drámaíró, aki tényleg a Shakespeare hagyomány útján, de romantikus drámákat írván drámák sorozatát alkotta meg, igen magas költői, drámaírói nyelve. Nem azt mondom, hogy mindegyik remek mű, viszont itt Fehérváron, ezt is sokszor elmondtam már, én szívesen venném, hogyha a róla elnevezett színházban nem csak a Csongor és Tündét látnánk időnként, hiszen amikor ugye felújítják a színházat, akkor ezt szokták bemutatni általában. Ígérem, hogy megkérdezem Szikora De Jánostól. De a Cillei és a Hunyadiak például egy olyan dráma, amit egyébként a Budapesti Nemzeti Színház játszott nagy sikerrel évtizedekkel ezelőtt. Szerintem ezt érdemes lenne megmutatni a mai közönség számára is, hiszen a történelmünknek olyan pillanatait idézi föl, ez is, meg más drámákban is drámákra elmondhatjuk, amelyek mindenképpen fontosak a királydrámák okán is a mi szempontunkból. Hozzáteszem, hogy nem csak a dicső múlt jelenik meg bennük, hanem azok a belső visszályok is, amik egyébként a Bánkbánban, Katona nagyszerű művében is benne vannak. Tehát nagyon árnyaltan ábrázolják a történelmet, mint ahogy éppen a Szikora János által rendezett koronázási szertartásokon is azért ott nagyon sok problematikus pillanat is előkerült a királyi történetben. Azon túl, hogy gyönyörűséges szertartásokat láthattunk. Na, egy rövid vázlatot kérek 2022-re, így mit szeretnétek megvalósítani? Ez egy érdekes esztendő, ha csak a számokat nézzük, hiszen legutóbb azt hiszem, 1999-ben volt olyan, hogy az évszámban 3 azonos szám legyen. Ha jól számolom, akkor azóta nem.
De ha tévedek, akkor majd valaki igazítson. Jó, úgy igen. Tehát ez érdekes esztendő ilyen szempontból is, bár nem vagyok a számmisztikának különösképpen ismerője, de el szoktam játszani a számokkal. Nézd, van egy már megvalósult, de még nem megjelent munkám, most úgy tudom, hogy korrektúra alatt áll, de ezt már elmondtam szerintem többször is neked, hogy a Muravidéki Bence Lajosról szóló kismonográfián végre úgy tűnik, hogy most célba ér, megvan rá a támogatás is, és ez mindenképpen 2022-ben fog megjelenni. Szeretném folytatni ezeket a munkákat, dolgozom különböző folyóiratoknak, ez már most is van egy sereg feladatom kritikák, recenziók ügyében, de nem csak az irodalomról van szó, vagy nem csak az írásról van szó, hanem a program szervezésről is, tehát én szeretném, hogyha a Királykúton lehetne folytatni ezt a sorozatot, ami már, ha jól számolom, éppen jövőre 10 éve, hogy elkezdődött. Mert 12 óta szerveztük ezeket a programokat, és hát egyáltalán szeretném, hogyha azt a tevékenységet folytathatnám az élet minden területén, amit eddig végeztem. Nos, hát én akkor ehhez kívánok erőt, egészséget, történjék így. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések sorában Bakonyi István, József Attila Díjas irodalomtörténész volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!